A Pécs TV napi hírműsorát látják pont ma. Jó estét kívánok! Legfrissebb híreink mellett hamarosan megtudhatják azt is, milyen sors vár azokra, akik jelenleg még jogosultak az átmeneti otthonokban való elhelyezésre, de ez a joguk hamarosan lejár. Az utcára kerülnek-e vajon, vagy van más megoldása számukra? Vendégük lesz a témában Fajcsiné Sándor Andrea, az Ifjúságért Egyesület ügyvezető elnöke, és Bókai Endre, a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság elnöke. Egy a Városházán rendezett szakmai tanácskozás kapcsán arról is szót ejtünk majd, hogy hol áll jelenleg a hatos út fejlesztése, kinek az ügye és kinek szívügye a téma. Észrevételeikkel hívhatják zöld számunkat 0680-200-834, de rendelkezésükre áll az 510-008-as és az 510-009-es telefonszám is. Fontos döntés született tegnap a Pogányi reptér fejlesztésének ügyében. A Pogányi önkormányzat nyilvános közgyűlésen határozott arról, hogy támogatják a reptér fejlesztését, és aláírják azt a szindikátusi szerződést is, amivel a két önkormányzat közötti viszonyt szabályozzák a projekt időtartama alatt. Megegyezés született annak a bérleti szerződésnek a tartalmáról is, amely szerint 15 évre bérbeadják a területet a fejlesztésre létrehozott Air Horizont KHT-nak. Így már csak a területfejlesztési tanács holnapi döntése kell ahhoz, hogy be tudják nyújtani a pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, ahonnan 900 millió forint körüli összeget remélnek. A témával kapcsolatban az összes érintett felek részvételével hétfőn délelőtt tartanak sajtótájékoztatót, a fenti megállapodásokat is ekkor írják majd alá. A hatos út ügye a régió felemelkedésének egyik záloga, ezt pártállástól függetlenül senki nem vitatja. A téma első felvetése óta azonban érdemi lépések nem történtek az útpálya korszerűsítése, bővítése ügyében. Ma délután a Városháza nagytermében épp ebben a témában tartottak szakmai találkozót, ahol a közlekedési és vízügyi minisztérium képviselői, a megyei és városi vezetők, valamint útügyi szakemberek előtt ismertették a Dél-Dunántúli közúthálózat fejlesztésére vonatkozó kormányzati elképzeléseket. A hatos út fejlesztésével kapcsolatban tartottak szakmai találkozót ma a Városháza nagytermében. A fórumon Toller László polgármester köszönt a gazdaság jelenlegi helyzetében 10 éven belül megépíthető valamennyi tervezett autópálya. Arra kérte az útügyi szakma képviselőit, hogy segítsenek abban, hogy a hatos út fejlesztése minél hamarabb megkezdődhessen. Ezt követően Horvölgyi Lajos, a Nemzeti Autópálya RT hálózatfejlesztési igazgatója tartott tájékoztatót a hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének jelenlegi helyzetéről. Úgy vélte, hogy továbbra is tartható a tervezett határidő, és 2005-ben megkezdődhetnek a Dunaújváros és Pécs közötti szakasz munkálatai. Ezt követően Hamarné Szabó Mária, az illetékes minisztérium háttérintézményének főosztályvezetője beszélt a regionális úthálózati koncepcióról. A megjelent szakemberek nem lettek okosabbak a gyorsforgalmi út építését illetően. Továbbra is csak remény van arra, hogy a régió fejlődését befolyásoló út 2008-ra elkészül. Megállapodásra jutott a Baranya megyei önkormányzat és Harkány városa a gyógyfürdő fejlesztési pályázatának beadása kapcsán kialakult és hosszan elhúzódó tulajdonosi vita lezárásaként. A Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaság tegnapi közgyűlésén szentesített megállapodás megfelelő jogi garanciát biztosít, így benyújthatóvá vált a társaság fürdőfejlesztési pályázata is a Széchenyi tervben megjelölt támogatás elnyerésére. Most pedig következzenek az elmúlt 24 óra további eseményei részletesen. A szerdai autómentes nap első értékelése alapján a mért körzetekben csökkent, van csak a jövő szerdai forgalomszámlálás és zajszintmérési adatok ki után várható. Jelen pillanatban az akciós napon a Fürdő utcában két héttel korábbi összehasonlító adatok alapján 15%-kal csökkent a forgalom, míg a Hunyadi és a Rákóczi úton némileg nőtt. Sikert arattak a nap eseményei is, hisz a szerdai napon az ifjúsági rendezvényeken közel 500 gyermek és diák vett részt, a kerékpáros felvonulás 150-en, a barkasztolás versenyen pedig 4 csapat vett részt. A Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága kihelyezett ülést tartott csütörtökön az APEH adóügyi osztályán. A bizottság
segítségével ismerkedtek meg az adóíró tevékenységével, mely 99 óta működik a közigazgatási főosztály részeként. Szervezeti egységei az adókivetési, könyvelési és végrehajtási csoport. A vizsgálat megállapította, hogy az osztály technikai felszereltsége kívánnivalót hagy maga után, a számítógépes rendszer fejlesztése szükséges. Az ülésen beszámoló hangzott el továbbá a helyi adók jogi szabályozásáról és a Pécsett bevezetett adónemekről, az idegenforgalmi építmény és iparűzési adókról. A pénzügyi bizottság a közeljövőben vizsgálja az adók egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek felajánlott részét. Zárt ülésen kívánja tárgyalni, kik milyen jellegű tevékenységre fordítottak közpénzeket. Együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön a Baranya megyei önkormányzat és a Mecsek Egyesület. A Mecsek-hegység és Baranya megye összetartozó fogalmak, mondta köszöntőjében Bokor Béla alelnök. Szinte természetes hát, hogy az eddig székhely nélkül működő Mecsek Egyesület otthonra lejjen a megyei önkormányzat létesítményeiben. Ennek értelmében ezentúl a megyei kulturális és idegenforgalmi központ József Attila út 10 szám alatti épületében várja tagjait és partnereit a Mecsek Egyesület. A polgári szervezet elnöke Somosi László hangsúlyozta, hogy az egyesület működése szempontjából is fontos, hogy illeszkedjen a megyei kulturális intézmények programjaihoz. Az együttműködési szándékot tartalmazó okmányok aláírása után a résztvevők megismerkedhettek a Mecsek Egyesület legújabb kiadványával is, amely a 2000-es év eseményeit foglalja össze. A Magyar Diáksport Szövetség is a 3 éve indult nemzeti atlétikai program keretében körzeti több próba atlétika versenyeket rendeztek a héten a Várkői stadionban. A több próba verseny két fordulóban ősszel is tavasszal zajlik, és az összesített eredmény alapján jutnak a csapatok a városi döntőbe. A harmadik körzet versenyére 12 csapat közel 300 indulója részvételével csütörtökön került sor. Körzetenként az első 3 csapat, illetve az első 3 egyéni helyezett éremdíjazásban, a negyedik korcsoportos győztesek pedig jutalomban részesültek. Az összetett pontversenyben az első körzetben a Miroslav Klezsa általános iskola és gimnázium csapata, a második körzetben a Magyar-Német Nyelvű Iskola Központ, a harmadik körzetben pedig az Anikóti általános iskola csapata győzött. A szervezők elmondták, hogy nagy örömükre, évről évre egyre több csapat vesz részt az atlétikai küzdelmekben. A sárga mezben játszó Pécsi Kézilabda Klub a piros mezes Fotex Veszprém csapatát fogadta legutóbbi NB1-es férfi kézilabda fordulóban. A pécsiek nagyon jó első félidőt produkáltak, hiszen fejfej mellett haladt a két csapat, elsősorban Kazisz volt eredményes. A félidő 12-12 arányú döntetlennel végződött. A második félidőben aztán kiütközött a rutintalanság a hazaiaknál, illetve a vendégek kitűnőségei, a világklasszisok Szarácsevics, Pásztor, valamint Éles József kitűnő játékának köszönhetően 10 gólos különbségű győzelmet aratott a Fotex Veszprém. Még egyszer a végeredmény tehát, Pécsi Kézilabda Klub Fotex Veszprém 12-12-es félidő után 18-28. Az Ifjúságért Egyesület a Major utcában is működtet egy átmeneti otthont olyan családok számára, akik hirtelen nehéz helyzetbe kerülnek, esetleg fedél nélkül maradnak. Az otthonban való tartózkodás azonban valóban csupán átmeneti lehet, így egyesekben már most komoly félelmeket ébreszt, hogy mi lesz, ha majd ki kell onnan költözniük. Senki nem ígért számukra végleges megoldást, a probléma azonban ettől még probléma marad. Az Ifjúságért Egyesület a Major utca 2-es szám alatt működtet egy 5 család befogadására alkalmas átmeneti szállást. A lakók maximum 9 hónapot tölthetnek itt, ezt követően a saját lábukra kell állniuk, ami nem könnyű. Az arcát és nevét nem vállaló interjúalanyunknak a munka lehetőség a legnagyobb problémája. Mi azt szeretnénk nagyon, én és a kisfiam, ha valaki megpróbálna nekünk segíteni abban, hogy egy olyan munkahelyet tudjak találni, ahol 6
óra hosszába dolgozhatnék, de ami könnyű munka, mert a depressziós pánik betegségem mellett nekem még a hátgerincemmel, csontozatommal is probléma van, így nem dolgozhatok nehéz munkát. Komoly problémát jelent az olcsó albérlethez, lakáshoz jutás is. Különösen igaz ez a kisgyermekes családokra. A lakáshoz hozzájutni nagyon nehéz, és tulajdonképpen ez a lakás problémák vannak itt, ugye, hogy 9 hónap ugye letellik, gyermekes anyák ugye nem akarják elveszíteni a gyermeküket, dolgoznak. Végülis az, hogy az ember egy olyan lakáshoz jusson, egy szükséglakáshoz, vagy egy albérlethez, ahol ő tud, szóval maga életét továbbá élni, szóval ne az, hogy intézetbe kerüljön a gyermeke, azon idegeskedjen, hogy most hogy miképp legyen. Az Ifjúságért Egyesület munkatársai megpróbálnak segíteni abban, hogy sikerüljön az újrakezdés. Próbálunk olyan megoldást kitalálni közösen, együtt dolgozva a családokkal, illetve anyukákkal, apukákkal, hogy a továbbjutásban, álláskeresésben, vagy bármilyen albérlet keresésben, ami minden esetre az itt lakásuk alatt és majd a kikerülésük folyán szükséges, hogy talpra tudjanak állni, mindenben segítséget nyújtunk. Reménykeltő hír az, hogy az átmeneti szállást elhagyó családok között még nem volt olyan, aki az utcára került volna. Itt van velünk a stúdióban Fajcsini Sándor Andrea, az Egyesület ügyvezető elnöke, akit a régi ismeretség okán tegezni fogunk, illetve hát én foglak tegezni, és te is engem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Magáról az Egyesületről az iménti riportban talán méltatlanul kevés szó esett, de hát nem is ez volt a téma. Ezt most pótoljuk, kérlek, hogy mutasd be nekünk a szervezetet. Az Ifjúságért Egyesület 1988-ban alapult, azzal a céllal, hogy egy ifjúsági információs irodát működtessen, ahol a fiatalokat problémáikban megoldási javaslatokkal, lehetőségekkel segíti. A 90-es évek elején egyre több fiatal fordult az Egyesülethez, aki lakhatási problémákkal küzdött, főleg állami gondozásba kikerült fiatalok voltak. Innen jött a lakóközösségi program kidolgozásának az ötlete, amihez külföldi mintákat vett az Egyesület segítségül. Milyen mintákat? Milyen országból származó mintákat? Például Hamburggal volt egy jól működő kapcsolat akkoriban az Egyesületnek, illetve ez még most is létezik, vagy Hollandiában is volt olyan egyesület, akivel együttműködtünk ebben. Most ebből a lakóközösségi programból alakult ki a jelenlegi családok átmeneti otthona, ami a 97-es gyermekvédelmi törvény alapján önkormányzati alapfeladatként szerepel. A működési engedélyt a megyei közigazgatási hivatal adja ki, ez nálunk 33 főre szól, pécsi illetőségi lakosokat fogadhatunk az otthonban, és az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az önkormányzat anyagilag lehetőségeihez képest támogatja az Egyesületet ennek a tevékenységnek az ellátásában. Szép, de feltételezem korán sem könnyű munka ez. Hányan vesztek részt ebben? Alkalmazottként két családgondozó dolgozik az Egyesületnél, én mint ügyvezető elnök, van egy adminisztrátor, aki segíti a munkákat, és a gazdasági vezető. Említetted, hogy az indulásnál főleg a fiatalabb korosztály elhelyezkedési problémáin és egyéb problémáin igyekeztetek segíteni. Mostanra kitágult ez a kör, tehát idősebbekkel is foglalkoztok? Kitágult a kör, mivel az alapfeladat az, hogy gyermekeket óvjunk meg állami gondoskodásba vételtől, illetve a családokat az utcára kerüléstől, egészen széles körül az a korosztály, aki nálunk jelentkezik. Most lehet a bekerülésnek az oka családi krízis, az anyagi helyzetének olyan romlása, ami miatt nem tud se albérletet biztosítani magának, megszűnik az eddigi lakhatási lehetősége. Tehát nagyon különböző problémákkal jönnek hozzánk családok. Jelenleg is vannak idősebbek is nálunk, akik például eddig garázsban laktak, vagy egyéb méltatlan körülmények között. Mi jelenthet ebben az esetben konkrét segítséget? Gondolom, hogy a hozzátok forduló kliens aktív együttműködésére mindenképpen szükség van, de az, hogy fedél kerül a feje fölé, az egy ad-hoc segítség, de nem megoldás. Ez így igaz. Most a mi működésünket törvény szabályozza. Ez a törvény azt mondja ki, hogy az alap gondozási szerződés az 6 hónapra köthető. Ez indokolt esetben, amennyiben a család együttműködés a helyzetén addig nem tudott változtatni, 3 hónappal meghosszabbítható. Ez alatt az idő alatt, ha addig nem volt munkahely, akkor megpróbálunk segíteni az elhelyezkedésben. Ha már van munkahelye és vannak anyagi lehetőségei, akkor megpróbálunk albérletet keresni nekik. Most ez egy elég nehéz feladat, úgy ahogy az el is hangzott, utcára tőlünk még senki nem került, viszont hát mindenki ismeri a mai piaci árakat az albérletek területén. Ezek a családok elég nehezen férnek hozzá olyan albérlethez, amit meg tudnak fizetni.
Én feltételként említettem az imént az együttműködését a klientúrának, de valóban létező dolog ez? Tehát mennyire folynak bele? Mennyire élnek a lehetőségekkel? Hát a lakók többsége együttműködő. Mindig akadnak olyanok, akik kényelmesen elfogadják ezt a helyzetet, hogy ez az átmeneti segítség kiúszta őket a bajból, és inkább másoktól várják továbbra is a problémáik megoldását. Meg persze a gondozók feladata az, hogy valamiféle együttműködésre bírják őket, mert a 9 hónap lejárta után lakhatási lehetőséget nálunk tovább nem kapnak. Ez azt jelenti, hogy vagy visszakerülnek az utcára, adott esetben a gyermekeik állami gondozásba kerülnek, vagy egyénileg megoldják a problémáikat. Amelyek sok esetben nem csak anyagiak, hanem pszichológiailag is lehetnek, hiszen a bejátszásban látható hölgy depressziós pánikbetegségről beszélt. Milyen szakellátásban részesülhetnek rajtatok keresztül, vagy nálatok? Nem alkalmazotti munkaviszonyban ugyan, de dolgozik az egyesületnél egy pszichiáter, valamint egy ügyvéd, akik jogi, illetve pszichológiai segítséggel bármikor rendelkezésre állnak. Ők ugyan nem kötött munkaidőben dolgoznak, de bármilyen felmerülő kérdésben elérhetők, személyesen is felkereshetők. Ezzel általában inkább mondjuk a pszichológiai segítséggel a gyerekek esetében szoktak élni a gondozottaink, de ez nem zárja ki, hogy akár az előbb látott hölgy, aki nálunk lakik, szintén megkapja ezt a lehetőséget. Mindezt mennyi pénzből, nem konkrét összegre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy milyen forrásokból gazdálkodik az egyesület? Az elsődleges forrás az az állami normatíva, amit a működési engedély alapján 33 főre kap az egyesület, ezt gyerekek és felnőttek után is kapja. A másodlagos bevételi forrás az a Pécsi önkormányzattól kapott anyagi támogatás. Ugyanilyen segítség a Pécsi önkormányzattól, hogy ingatlanokat biztosít az egyesületnek, bár minden problémánkat nem tudja azonnali hatállyal megoldani, de mindkét telephelyen, a Mária utca 1-ben és a Major utca 2-ben is az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott ingatlanban laknak a lakók. Ezen kívül lehetőségeink vannak pályázatokkal kiegészíteni mindezen támogatásokat, valamint a hozzánk bekerülésnek az egyik feltétele, hogy a gondozott térítési díjat fizet saját maga és gyermeke után. Felnőttek esetében ez 7000 forint, a gyermekek esetében 3000 forint. Vissza lehet-e kerülni több ízben az otthonba? Nem zárják ki semmilyen törvényes szabályozás azt, hogy visszakerülhessenek. Most is van nálunk egy olyan pályázat, egy olyan család részéről, akik 88-ban, illetve 98-ban már laktak az egyesület épületében. Sajnálatos, hogyha valaki ugyanebbe a helyzetbe visszakerül, az azt mutatja, hogy hosszú távon nem tudta megoldani a saját problémáit, de újra gondozásba kerülhet, ha van férőhely. Amikor az imént azt mondtam, hogy nagyon szép, de cseppet sem könnyű a munka, akkor arra is gondoltam, hogy nem feltétlen hálás a feladat gondoskodni a rászorultakról, hiszen nem feltétlenül találkozik a rászorultak hálájával. Általában hálásak. Tehát azok is, akik már régebben voltak gondozottaink, ugyanolyan szeretettel újra megkeresnek minket, ajándékokat küldenek. Különösen akkor, hogyha a gondozóval egy nagyon szoros együttműködés sikerül kialakítaniuk, és megnyílnak a gondozóik felé, aki konkrétan foglalkozik mindennapi szinten az ő ügyes, bajos dolgaikkal, segít kérelmeket megírni, munkahely után járni, albérleteket felhívni, telefonon felkeresni. Ebből a szempontból hálás. Ami nem hálás, az az, hogy ez a 9 hónap, ez nem minden esetben elég ahhoz, hogy gyökeres változáson menjen keresztül a hozzánk bekerülő család, se anyagi téren, sem lakás lehetőség szempontjából. Andrea, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Nem teszi könnyebbé az ilyen családok helyzetét, hogy az önkormányzati bérlakások tetemes része már tulajdonban van. A város szerencsére nem csak így módon tud segíteni a rászorultakon, hanem például egyéb segítőszervezetek révén. Az átmenetileg fedél nélkül maradt gyermekes családok az Ifjúságért Egyesület Major utcai, illetve Mária utcai épületébe juthatnak szálláshoz. Mindezt az egyesület az önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében végzi. Hasonló szerződése van a városnak a támasz alapítványon, ahol az egyedülálló hajléktalanok juthatnak fedélhez, élelemhez. Akkor is van megoldás, ha a szülő csak átmenetileg nem tud megnyugtató körülményeket biztosítani gyermekének. Gyermek bekerülhet a gyermekek átmeneti otthonába,
ami még nem jelent hatósági beavatkozást, mert mondjuk a gyerekjóléti szolgálat családgondozója segíti hozzá, hogy ezt az ellátást igénybe vegye, és ez egy önkormányzati intézmény, amit persze térítési díj ellenében lehet igénybe venni, amit a törvényes képviselő vagy a szülő fizet az intézménybe. Jó hír, hogy a közeljövőben a szociális ellátórendszer tovább bővül. Csecsemős anyák elhelyezésére alkalmas 12 férőhelyes intézmény nyílik. A kisgyermekes családok lakás problémáinak enyhítésére szolgálhat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is. A lakóhely szerint a területi szociális központnál kell benyújtani a kérelmet, és hogyha igazolt, hogy lakhatási probléma megoldására kérelmezik ezt a támogatást, akkor a területi szociális központ előterjesztést készít az egészségpolitikai és szociális bizottsághoz, és a bizottság méltányossági jogkörben eljárva akár 54.930 forintig terjedő összeget is megállapíthat. A város szakemberei a munkahelyteremtésben is segíteni próbálnak. A négy városrészben működő családsegítő szolgálatoknál az újra dolgozom programok segítenek a személyre szóló munkahelykeresésben. A stúdióban Bókai Endre, a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság elnöke, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A legnagyobb gond ugye a lakás. A tapasztalatok szerint, aki elveszíti a fedelet a feje fölül, az már ebből a szituációból nagyon nehezen tud felemelkedni. Milyen eszközökkel gazdálkodik jelen pillanatban a város ilyen téren? A város tulajdonában jelen pillanatban 4300 darab bérlakás van. Ez azt jelenti, hogy Pécset a 68 ezer lakásnak kb. 6%-át birtokoljuk. Ebből kell megoldanunk a szociálisan rászorultak elhelyezését, de a lakások 3/4 részét, kb. 3200-3500 lakás úgynevezett határozatlan idejű bérleti jogviszonyban évtizedek óta lakják és birtokolják. Ez egy sajátos jogi helyzetet jelent, nekik egy kvázi tulajdonjoguk van, ha például leadják az önkormányzatnak a lakást, akkor a piaci érték felére jogosultak. A fennmaradó rész kb. 1000-1200 lakásban úgynevezett határozott idejű jogviszonyt élveznek a lakók, három típus van ezeknek a lakásoknak, a szükséglakás, a szociális és a garzonházak, garzonlakások. Ezek sarkalatos fogalmak, mielőtt bejött volna ide a stúdióba, egy kis tisztázó beszélgetést folytattunk, és számomra teljesen világossá vált, hogy nagy a zűrzavar a fejekben, természetesen nem az önében, aki nekünk rögtön megvilágítja ezt a problémát. Igen, ez a három típusú elnevezés, ez három jogviszonyt jelent. A szükséglakás nem azt jelenti, hogy feltétlenül nagyon rossz minőségű, bár sajnos elég sok rossz minőségű lakás van a birtokunkban, hanem azt jelenti, hogy ezt három évre igényelheti valaki, és amikor bekerül először ebbe a bérlő közé, akkor három éves jogot megkapja, rá használja, és ezt követően léphet át az úgynevezett szociális bérlakás rendszerbe. Itt már viszont a bérleti jogot mindenki 5 évre kapja meg, és hogyha azok a feltételek, ami alapján megkapta, fennállnak továbbra is, akkor újabb 5 évre igényelheti, és újabb 5 évre megkapja. Ettől eltérő a garzonház. A garzonház általában egy szoba összkomfortos, elég jó minőségű lakásokat jelent, de itt 5 évre kapják meg szintén a bérlők, de ők újra szociális bérlakást nem igényelhetnek. Éppen azért, mert a szükséglakásba és a szociális bérlakásba a nyugdíjminimum dupláját, ha nem éri el a család egyfőre jutó jövedelme, ez komoly pénzeket jelent, 36 ezer forint a duplája most a nyugdíjminimumnak, akkor igényelhetik a szükséglakást vagy a szociális bérlakást. Amennyiben valaki ez a jövedelem feletti része rendelkezik, azok kapják a garzon. És ennek az az alapja, hogy aki garzonházba kerül, az gyűjtsön, takarékoskodjon, és 5 éven belül maga oldja meg a lakhatási problémáit. Mert különben ki kell költöznie. Nyilván senki nem szeret satszolni, elég veszélyes dolog is mostanában, de mégis erre kérném, mert hány lakással lehet kevesebb Pécset, mint amennyire szükség lenne? Ha az igénylőkből, tehát az adminisztratív igénylőkből indulok ki, akkor jelen pillanatban 2200 lakásigénylőt tartunk nyilván, de itt 7-800 családnak van fedél a feje fölött, hiszen nyilván tartjuk ebbe a körbe azokat is, akik jelen pillanatban szociális bérlakásba vagy szükséglakásba járnak. Tehát a mi nyilvántartásunkban kb. 1500 család jelentkezik lakásigénylőként, de én el tudom képzelni azt is, hogy sok igen rászorult ember egyszerűen nem ismeri a módot, és nem adta be a lakásigénylését, tehát nem élt ezzel a lehetőséggel. Lehet, hogy ez egyébként súrolná ezt a 2000-es számot? Én elképzelhetőnek tartom, hiszen ha a város lakosságnak ezt a szegényebb rétegét tekintjük, akkor bizony elhiszem, hogy eléri.
Az önkormányzat részéről tapasztalható egyfajta ráhatás az irányba, hogy a lakás mobilitást növeljék, ami azt jelenti, hogy a fiatal, esetleg több gyermekes családok juthassanak nagyobb, jobb minőségű lakásokba, és azok a feltételezhetően idősebb lakók, akik nem is tudják kihasználni a lakásukat, elcseréljék velük ezt. Hogyan tud hathatósan ebbe belefolyni az önkormányzat? Mi úgy hirdettük meg ezt a lakásépítési programot, eddig 30 garzon lakást adtunk át, és a közeljövőben kerül átadásra 80 lakásos garzonházunk. Egyébként hangsúlyozom, az országban talán először, amióta állami pályázati úton lehet ehhez pénzeket nyerni. Most ebbe a programba felosztjuk a lakásszámot. Tehát csak egy részét használjuk fel a jogilag garzon fogalmára, tehát amit említettem, hogy elég magas jövedelemmel kell rendelkezni egy fiatal családnak ahhoz, hogy ezt 5 évre megkapja. A másik részét szociális helyzet javítására, és éppen a lakáspobilitásra használjuk fel. Nagyon sok idősebb házaspár, akiknek a gyermekük kiköltözött, bentrekedtek 2-3-3,5 szobás lakásokba. Nagyon magas a fenntartási költség, ők nem bírják. Most ilyenkor készséggel pályáznak ők ezekre az egyszobás lakásokra, hiszen itt a bérleti díj mindössze 5000 forint, a fűtésköltség 6-7000 forintot nem haladja meg, még egy téli hónapban is, és a számukra ez egy jelentős, most úgy mondom, hogy többletforrás, de hát igazából, hogy nagyon sok megmarad a nyugdíjukból az előző lakás rezséjéhez képest. Azért ismerve a sokat megélt a magyar polgár lelkületét, nyugtassuk meg az időskorúakat, hogy ebbe hatalmi szóval nem lehet belenyúlni. Tehát az önkormányzat önhatalmulag nem fog elvenni a lakásokat, és egy fiatalabb házaspárnak odaadni. Nem, ilyenről szó sincs. Minden esetben önkéntes alapon történik, de érdekes, hogy inkább az a baj, hogy túl nagy a nyomás az idősebb, nagy lakásra rendelkező házaspárok, vagy zömében sokszor egyedül élők részéről. Tehát nem a fordítottja történik, és nagyon sokan, mivel a mi bérlőink általában alacsony jövedelműek, nagyon sokan inkább a kisebb lakásokat igénylik, hiszen a fenntartási költségek jóval olcsóbbak. Mekkora időtávra lehet előre gondolkodni a lakás fronton? Gyakorlatilag mi most úgy állítottuk össze a programokat, hogy a 80 lakásos követően bent van egy pályázatunk, és 120 lakás megépítését tervezzük, úgy szintén kint a volt FEMA környékén, ahol az autóbusz decentrum is megépül. Itt a városnak egy déli decentrumát kívánjuk fejleszteni. Ez megint egy óriási erőrelépés jelent. Csinálunk egy telkesítési programot is, ez pedig azt jelenti, hogy tehetősebbek, akik képesek építkezni, ők is, és elfogadjuk a vállalkozók jelentkezését, hogy lakóparkokat létesítsenek. Ezt elsősorban azért tesszük, mert úgy véljük, hogy így, ha minél nagyobb a lakáskínálat a városban, akkor stabilizáljuk az értékét, és egy picit inkább azoknak tudunk segíteni, akik rosszabb anyagi körülmények között élnek, és nem tudnak magukról gondoskodni. Véleményem szerint, ha ezt az ütemet tudjuk tartani, akkor 3-4 éven belül nagyon lényeges előrelépésre képes a város. De akkora léptékű építkezések nyilván, mint ami például a Kertvárosi vagy Zuránvárosi nagy lakótelepek megépítése volt, arra már szükség sincs. Arra biztos, hogy nincs szükség. Itt gondoskodunk a felújításról, gondoskodunk olyan lakásoknak a újra úgymond műszaki állapotának feljavítására, amelyik ilyen pillanatban nem lakott. Tehát nagyon sokat cserélünk, változtatunk, vannak ilyen programunk, amik nem látványosak, de belvárosi lakásokat igyekszünk átcserélni, értékesíteni több kisebb kertvárosi, uránvárosi komfortos lakásra, hiszen a mi bérlőink elsősorban másfél-két szobás lakást igényelnek, illetve egy szobásokat. Bóka Endre, köszönöm szépen a beszélgetést. Kérem szépen. Híradónk végén még egyszer visszatérünk egy korábbi témákra, a hatosújt fejlesztésével kapcsolatos mai konferencián. Részt vett az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, valamint a Nemzeti Autópálya RT képviselője is. Következő összeállításunkban ők válaszolnak kérdéseinkre. A hatosút fejlesztésével kapcsolatban tartottak szakmai találkozót ma a Városháza nagytermében. A fórumon Toller László polgármester köszöntötte a résztvevőket, és hangsúlyozta, hogy a gazdaság jelenlegi helyzetében 10 éven belül megépíthető valamennyi tervezett autópálya. Arra kérte az útügyi szakma képviselőit, hogy segítsenek abban, hogy a hatosút fejlesztése minél hamarabb megkezdődhessen. Ezt követően Horvölgyi Lajos, a Nemzeti Autópálya RT hálózatfejlesztési igazgatója tartott tájékoztatót a hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének jelenlegi helyzetéről. Úgy vélte, hogy továbbra is tartható a tervezett határidő, és 2005-ben megkezdődhetnek a Dunaújváros és Pécs közötti szakasz munkálatai.
Én optimista vagyok, és mert a 21-17-es kormányhatározatban tételesen meg van fogalmazva az M6-os autópálya Budapest országhatár és benne Pécs bekötése is, mégpedig végrehajtás tekintetében 2008-ig, ezért én ezt nagyon biztatónak tartom. Ezt követően Hamarné Szabó Mária, az illetékes minisztérium háttérintézményének főosztályvezetője beszélt a regionális úthálózati koncepcióról. Célunk az, hogy azt találjuk meg, hogy mit mivel kell összekötnünk, milyen településeket, milyen gazdasági bázisokat, tehát nem konkrét nyomvonalakat határozunk meg, hanem csak koncepcionálisan próbáljuk megfogalmazni a régió számára a legfontosabb fejlesztéseket. Ez a gyorsforgalmi úttól egészen a zsáktelepülési bekötésekig foglalkozik minden országos közúthálózati elemmel. A megjelent szakemberek tehát nem lettek okosabbak a gyorsforgalmi út építését illetően. Továbbra is csak remény van arra, hogy a régió fejlődését befolyásoló út 2008-ra elkészül. Mielőtt elköszönnék, még felhívom a figyelmüket két jövő heti műsorunkra. Október 1-én hétfőn 18 óra 45 perctől egy fórum keretében a PTÁV Kft. Vezetői válaszolnak az önök kérdéseire. Fő témánk a közelgő fűtési szezon lesz. Harmadikán szerdán szintén 3:47-től a Monitor keretében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vezetői arról a programról adnak tájékoztatást, ami a megyei kisvállalkozások versenyképességének fokozása érdekében az üzleti internet elterjesztésére indul. Ez a műsorhoz is várjuk hívásaikat, a telefonszámaink ismertek 510-008, illetve 510-009-es, valamint a zöld szám 0680-200-834. Ennyi volt mára, ne feledjék, friss hírekkel óránként találkozhatnak a Pécs TV képernyőjén. Új részletes beszámolókkal, a Pont ma friss műsorával holnap este jelentkezünk legközelebb. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét, minden jót!